Sziasztok! Ribiszkebort fogok készíteni, amit én csak ribizlinek hívok, de maradjunk a szakirodalmi megnevezésnél, úgyhogy ribiszke. Nem nagy üzemi módszerekkel, hanem csupán 3 kg gyümölcsöt fogok felhasználni, így sokkal egyértelműbb és érthetőbb lesz a tananyag. Az ettől eltérő mennyiség esetén természetesen az egyéb hozzávalók mennyiségét is a különbségek figyelembevételével módosítsuk. Le is kacsózhatnám a gyümölcsöt, de fölöslegesnek tartom, mert úgyis 24 óra elteltével leszedem a törköiről a mustot, ezért csak így kacsal együtt zúzom össze, és nagyon alaposan ügyelve rá, hogy minden egyes szem megtörjön. Ezért én úgy csinálom, hogy ilyen kis adagokban zúzom, és úgy borogatom át apránként a másik, a nagyobbik edénybe. Nem kell nagyon zúzni, annyi, hogy megtörjenek a szemek, de minden egyes szem törjön meg. Arra kell odafigyelni, ez a lényeg. Na, egy ilyen kis adag meg is van. Úgyhogy 24 órát nyugodtan maradhat a kacsal egy. Azért fölösleges lekacsozni. Ahogy a szemek törésével megvagyunk, 5-6 órát pihentetjük a zúzalékot. Lejárt a 6 óra pihentetés, mehet hozzá a víz. A hozzáadott víz mennyiségét én úgy számítom, hogy amennyi gyümölcsöt felhasználtam kilóban, fele annyi vizet öntök hozzá literben, tehát 3 kg ribizléhez most 1,5 liter vizet adok. Remélem belefér az egész. És ezt a vizes masszát most félreteszem újabb 24 órára érlelődni, pihentetni. És 24 óra múlva majd szépen leszűröm és valamennyire ki is préselem, de csak úgy kézzel kinyomkodva. Jó. Akkor jöhet az újabb 24 óra pihentetés a hűvös pincében. Letelt a 24 óra pihentetés, most szépen leszűröm a mustról a törköit. Ez egy kicsit hosszadalmas lesz így belepakolni. Majd szépen felakasztom, kilógatom és kézzel ki is nyomkodom a szűrőruhát. Préselni nem fogom. Fölöslegesnek tartom. Legalábbis ilyen mennyiségnél azért a plusz fél decér nem fogok szenvedni valami présgépszerűséggel. De körülményeskedni, hogy lesúlyozzam valamivel a szűrőruhát. Elég lesz így is kinyomkodni és kicsit becsöpögtetni. Így néz ki a csöpögtetés, kicsit ki is nyomkodom még, és akkor jó lesz. Jó, ha kijön, a többi meg megy vissza a földnek.
ehhez a mennyiséghez, tehát 3 kg ribiszkéből készülő borhoz 60 deka cukrot számítok, amit a következőképpen fogok hozzáadagolni. Most kap 30 dekát, 12 nap érlelés múlva kap 20 dekát, és újabb 12 nap múlva a maradék 10 dekát. Ennek a fajta cukrozásnak, tehát hogy ilyen időközönként csökkenő mennyiségben, az a jelentősége, hogy így nem fog maradéktalanul az összes cukor átalakulni alkohollá, és sokkal finomabb lesz a bor, mintha egybe bele raktuk volna az összeset már az elején, mert akkor ugye az összes cukor alkohollá alakulna. Hát ez az édes bor készítésnek az egyik titka, vagy az abszolút utólagos cukrozás, vagy az édesítőszerezés, mert egyébként édesbor nem létezik, ha már egyszer a cukor átalakult ugye alkohollá. Mert az alkohol nem más, mint módosult cukor. Letelt az első 12 nap erjesztési idő, mehet bele a második adag, azaz 20 deka cukor. Ránézésre kicsit soknak tűnhet, de felveszi a ribiszke. Feloldjuk valamennyi mustban. És majd szépen beleöntjük. Keverjük. És most mehet vissza újabb 12 napra, vagy nagyon lazó fedéllel, nehogy szétnyomja a keletkező mustgáz az erjesztőedényt, vagy tányérral, én inkább ezt a módszert preferálom így. Ez a 12 nap is letelt, úgyhogy mehet bele az utolsó adag, a 10 deka cukor. Nézzük csak. Pontosabb legyünk. Illetve már majdnem borban. És mindjárt bele is öntjük. Oké, felolvadt, vagyis oldódott. Hozzá keverjük. És további 10 napra félretesszük, hogy teljesen kiforja magát, azután lefejtem a seprőről és meglátjuk, mi lesz belőle. A legutóbbi cukrozás óta eltelt úgy nagyjából 10 nap, ebben a jó melegben gyönyörűen ki tudta forni magát a bor, és hogy is, 3 kg ribiszkéből lett 4 liter ribiszkebor. Könnyű volt lefejteni a seprőről, mert szépen leülepedett. Hát azt nem vettem fel videóra, mindegy. Ha kipróbáljátok, úgyis megtapasztaljátok ezeket a munkafolyamatokat. Köszönöm a figyelmet, egészségetekre!
Prima.